Juniperus communis hibernica, ugye Juniperus communisban ugye az a jó, hogy ugye őskonos Magyarországon, tehát a Dunatúsok közé rengeteg van, és ilyen nagyon szép, persze nem ilyen szép enyeres, mint ez, ilyen is van, de nagyon sok, ami kicsit elterül, meg ilyen foltokban van. És most bejöttem ide a fóliáladom, és mondom, úristen, de gyönyörű, jó látni, aztán ősszel végre eljött az ősz, a földladás növényeket. És kérdezem szépen, nézzél meg ezt a fantasztikus példát, Juniperus communis hibernica, frissen lett kitermelve egy nappal ezelőtt, és hát gyakorlatilag napokon belül az új gazdájának a kertébe kerül. Ugye a kertészetem miért különleges? Azért különleges, mert egy átlagos kertészetben Magyarországon kitermelnek termelő táblákban örökzöldeket, lerak egy kertészetbe, és akkor abból lehet válogatni. Nálam az én kertészetem ugye sokkal szélesebb a repertoár, és ami azt hiszem, hogy legfontosabb az, hogy nem állnak ott a növények hetekig vagy hónapokig, ugye sokszor kertészetekben ugye azokat is meg lehet venni, amiket tavasszal vagy előző ősszel termeltek ki. Hát nálam ez nincs, mert ezt azért termeltük ki, mert valaki ezt az egy példányt, most ideálok mellé, akkor ez egy ilyen, hát ugye itt van a 200, tehát ez 2 méteres, 180-as, 200-as Juniperus communis hibernica, ezt csak neki termeltük ki az Zala-megyei termesztő táblában, ez ebben a különleges, hogy megnyomta a kosárbagombot, utána meg kitermeltük, behoztuk a központ kelephelyünkre és víztük ki. Tehát gyakorlatilag legrosszabb esetben másfél-két héten belül a kitermelés követően, de hát ez általában pár napon belül, ezt most például csütörtökön termelték, nem szerdán termelték ki, ma csütörtök van, és szombaton vagy vasárnap megkapja a tulajdonos. Tehát nem, hogy hónapokat vagy egy fél évet, évet nem áll a kertészetben, hanem napokat áll csak így földlabdába a kertészetben. És az olai föld után 3-4 napon belül az új büszke tulajdonosának a kertébe fog állni ez a Juniperus communis hibernica, úgyhogy aki földlabdás növényt szeretne tőlem vásárolni, azt kérem szépen ilyen gyönyörű növényekre készülhet, és mondom, ez a titok, nagyon keveset van a növény a levegőn, nagyon rövid ez az időszak, ami a termelőtáblából a kertjéig eljut, ez a nagyon szép növény.